Nem tudom, hogy hányan emlékeztek még az internet aranykorára, amikor hát gyakorlatilag kettőféle tartalommal tudtad magadat szórakoztatni. Az egyik az aranyos állatos videók voltak, a másik pedig az orosz autóbaleset összeállítások. Na most ennek okán gyanítom, gondolta a YouTube algoritmusa, hogy a magyar autóbalesetek összeállítás 21. részt nézzük meg. Nem viccelek, azért ezt nézzük meg, mert a 21. részt dobta föl nekem a YouTube, de csak azért, mert egyébként nem szoktunk ilyen teljesen random videókat megnézni, vagy csak ritkán, hanem mert megnéztem Danny Boy csatornáját, és hogy konkrétan Danny Boy YouTube csatornája tele van ilyenekkel. Tehát, hogyha valakinek ez a kinkje, hogy autóbalesetes videókat akar nézni, egyébként van az a hangulat, egyébként van egy magyar villamosvezető, akinek volt egy szériája, nem tudom, hogy ki ismeri, fogalmam sincs a csatornáról, nagyon ajánlom, azokat én is mind láttam, ilyen nem is vonatos villamos, jót mondtam? Már fáradt vagyok. Szóval egy magyar villamosvezetőnek van ilyen YouTube csatornája, ahol ilyen villamosos, hülye autós videók vannak fenn, nagyon jó, de hogy a lényeg, ahova ki akartam lyukadni ennek a végtelen körmondatnak a végén, Life of a Tram Driver, igen, azaz, köszönöm chat, hogy Danny Boy ilyenekkel foglalkozik. Ilyen összeállításokat készít a YouTube-ra, úgyhogy linkelem nektek a 21. részt, ott lesz kiemelt hozzászólásban a YouTube-on is, de hogy egyébként, ha érdekel benneteket a téma, akkor iratkozzatok fel a csatornájára, támogassátok az eredeti feltöltőt, és nézzük meg a 21. részt a magyar autó balesetekből. Srácok, nem tudom, hogy a videó korhatáros-e, nyilván ez egy érzékeny téma, sajnos az autóbalesetek egyébként személyesen sok ember életét áthatják, nyilván negatív irányba, akinek ez a téma disturbing, hogy mondják ezt magyarul? Zavaró, személyes, érzékeny, az ne nézze meg ezt a videót, próbálok nem viccelődni rajta, de ismertek, tudjátok, hogy milyen vagyok, felkavaró, köszönöm, nem kell fölöslegesen ágálni a balhét, de nézzük Dani 21. összeállítását. És milyen jó a prémium, nincs reklámunk, ezt nagyon nehéz lesz megszokni. Danny Boy 9872, jegyezzétek meg ezt a nevet. Figyelem, na, tök jó, hogy figyel erre, hogy van warning. Na, lássuk. Igen, nem tudom, hogy nem lesz-e gond, hogy nem láttuk az első 20 részt, de van, aki látta az első 20 részt, hogy a sztorit majd össze tudjuk rakni, jó? Tehát ha valami olyan van, majd kérdezek a chattől. Miskolci felvétel 2017. Hát tél, február. Onnan lehet tudni, hogy ez egy több évvel ezelőtti felvétel, amúgy, hogy van hó. Oh. Hát ez egy sima, nem is tudom, mert itt a kereszteződést figyeltem, de itt jött meg hátulról Mónika. Gyönyörű. Mondjuk ez az UFO zene nem kéne, már nem tudom, gondolom nincs hang az eredeti felvételen. Jó, hát ez nem volt durva, elaludt mama hátul. Ez előfordul. Ha lemaradtatok, nem maradtatok le. Na! Ez a jelenet már önmagában izgalmasabbnak néz ki. Előtte a piroson is átmentek? Ne basz már. Azt nem is vettem ész. Mi komolyan? Na látjátok, ez a videó még easter egg-ekkel is tele van. Tehát várjál, egy átment a piroson, és közben valaki seggből belement? Durva. Na jó, második helyszínünk vasárnap délelőtt a játszótér mellett a lakótelepen. Nem tudom, hogy mit fogunk látni. Tehát ugye az autós balesetes videóknál megszoktuk, hogy hát autóúton közlekedünk. Itt nem ez a helyzet. Tehát kettő dolgot tudok elképzelni, vagy jobbról megérkezik Marika a banyatankkal élesbe azon a lépcsőn, vagy balról Béla bácsi a kocsmából hazafele a Wartburggal. Lássuk, melyik lesz. Húz. Ja, ott, a úriem, hát... Figyeljék, kitolatni macerás, érted? Nézd meg, előre egyszerű. Hát most tudod, ki találja meg azt a sebességet a váltón. Hopp, otthon maradt a tej? Mi volt az elképzelés? Jó napot kívánok!
Hát én azt tudom elképzelni, hogy itt lakik, itt a házban lejött, és otthon felejtett valamit. Az nem a majoros? Ne, aha, na, mi történt? Nézzük meg. Hopp, jaj, az ajtó azért még... Jaj, hát igen, a kézit azért húzzuk be. Ez az anyámot. Nem sérült meg a hülyéje, bazd meg. Nem gurult rá, visszacsücs. Hát igen, az... Nem tudom, lehet, hogy izé... pizzát hozott. De várjál, hát ott vannak az uria. Hát várjál, bonyolódik a történet. Hát megjöttek a főtörzsörmester urak. Hát várjál, hát házhoz jöttek a főnik. Ó, hát akkor ezért siettünk annyira. Hát megjöttek a munkatársak. Megjöttek a munkatársak, ó! Értem. A rendőrök rendelték a pizzát. Jó, hát ez nem mindennapi volt. Na, 2016, ismét tél, hát ugye vigyázzatok, nagyon fontos. Ha már más értelme nem lesz ennek a rieknek, mint hogy emberi fasságokon nevetünk, cseréljetek gumit, tessék a téli gumikat felrakatni, jön az eső, csúszik az út, vigyázzatok egymásra. Amúgy, ez amúgy GTA van, vagy Need for Speed. Nézd, azért, amúgy nagyon nehéz így megcsúsztatni a seggét. Nézd meg! Hop-hop! Déjà vu! Jó, hát nem történt baj, kicsit megcsúszott a hátulja. Ja, ennyi. Hát ne, ez tetszett. Jó, senkinek nem esett baja, autónak se, sofőrnek se, járókelőknek se, picit megfaroltuk. Na, M30-as. Elől ülünk. De... Az mi volt? Jó napot kívánok. Mi az jég a tetejéről a kamionnak? Mert azt látom, hogy a teteje az jég. Az finom. Hát ez szar, igen. Ez para. De szerencse, hogy... Összetört a kocsi elejét, szerinted? Nem törte össze a kocsi elejét, Jóskám, ne aggódjál. De szerencsére a sofőr nem ijedt meg. Ennél ugye a para, hogyha valaki beszarik, az félre rántja. Jég. Jég, dupla viszki. Összetörte szerinted az elejét? Nem törte össze. Az nem kapott. Csak nem. Szerintem menjünk mellé, dudáljunk rá és üvöltsünk át, hogy a jó anyádat. Azt szerintem megoldja. Nézd, Andi, jég. Amúgy ez egy jó kérdés, srácok, tudom, hogy van, aki kamionozik a cseten, és így felhomályosítotok a sok fasságból a világból, amiről tudnom kéne, de nem. Ez felelőssége a sofőrnek? Egy kamionnál? Tehát le kell tisztítanod a tetejét? Erre van valami előírás? Mert amúgy tök logikus, hogy persze, le kéne takarítsad. Igen? Tehát erre van előírás? Aha. Logikus amúgy. Mondjuk ez nem segít utána, de amúgy megértem a dühöt. Aha. Ja. Ez olyan, hogy traktor sem mehet fel sáros kerékkel az útra. Aha. Tök jó. Igen, meg kurva veszélyes. Tehát, hogy tök jó, hogyha ez le van írva. Büntetni is büntetik, csak nincs olyan hely, ahol meg tudnád tenni. Na ezért kérdeztem, Lighty, mert oké, hogy a személyautódnak a tetejét lesöpröd a kefével, bazd meg a jégvágóval. De hogy büntetik, nincs hely, ahol meg tudnád tenni, fizikailag nincs lehetőségük rá, mert nem érik fel a tetejét. De hogy erre nincs valami help. Nem lehet kapni a kamionosoknak ilyen izé? Emelt spaknit. Egy ilyen 2,5 méteres izé, felmosó rúd, és a végére mondjuk egy ilyen jégvágó van. Olyan nincs? Jó, hát tudom, hogy lehetne izé létrával, de az túl egyszerű. A létra túl egyszerű. Hát erre kéne egy eszköz. Mi? Szerintem nem láttam. Kamionos tetőlehúzó. Hát ilyet biztos lehet kapni. Az Isten megbassza a kurva anyját. Muszáj megállnunk. Nem tudom, hogy összetörte az elejét. Óvatosan. Logisztikában dolgozott valaki, fönte bírta és van rá eszköz. Aha.
Ti azért erre kell legyen megoldás így két desztináció között a kamionosoknak valami. Köszi amúgy az infókat, srácon. 11-es főút, kiváló, megyünk be Budára. Az egy... Elszabadult egy gumi, de az csak gumi volt, nem kerék. Mögöttünk. Csúba, ez egy kerék volt. Kerék volt? Nem csak gumi volt? Nem láttam. Mi a fasz? Ha vagy egy boltkerék, mert olyan, mintha nem lett volna belseje. Hát én is ezt mondom, ha látod, egy hullám hosszon vagyunk. Ez honnan jön le? Nem látom, mert szar a felvétel. Nem, az csak egy gumi. Külföldi benzinkutakon amúgy van kapu, ami átmegy alatta, és az lerántja. Ah, köszi, az előzőhöz. Ha vagy egy boltkerék, mert olyan, mintha nem lett volna belseje. Nagyon veszélyes. Nem tudom, ki látta amúgy a brazil Forma 1-es futamot, ahol szintén elszabadult egy gumi, azt jó tönkretette a hátsó szárnyakat. Ricardo örült neki. Na, Budapest, ó, na, hát már beértünk, jó van. Ez a Hungária körút, ugye? Gyönyörű, ott fasz a dolgok vannak. Srác, azt kell tudni, a magyar ember kettő sávnál több van, halál. Hát én nem szoktam így magyarozni, nem szép dolog. Én büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok, én nem akarok elköltözni. Én örülök, hogy magyarnak születtem, mert olyan dolgaink vannak, amik csak nekünk magyaroknak van. De lássuk be, az utakon a kettő sávnál több van, végünk van. Hát a négy, vagy a három, az halál. Halál, autópályán nem autó, tök mindegy, az halál. Hát ez olyan, hogy így soroljunk be, meg ne-ne-ne, jobbra tartál, ne-ne-ne-ne-ne. Ott megyek, bazd meg, ahol hely van, annyi valamennyivel jól esik. Igen. Baszod! Mármint, hogy a manóba. Hát az... Melyik vagy? Várjál, hát itt olyan gyorsan váltottunk, időm se volt feldolgozni. Hát lehet, hogy megjött a busz hátulról. Jumpscare volt amúgy. Nem szabad nevetni, mert nem tudjuk, hogy mi történt, meg lett-e baj valaki. De itt, tehát mi van? Elnézést, tehát úgy érzem, hogy a történet elejéről lemaradtunk. Hű! Na, ott valaki, ott nem tudom, hogy megkúrta az asszonyt, vagy bocsánat, ott valami volt, ott a baj van. De ott a mentő, tehát hogy nem kell messzi menni. Hát itt valakik testvérek, vagy csak a szüleik, de... De ez valami hivatalos épület, bazd meg. Hát ott le van, ez egy kórház? A kórház? Békés Csaba mentőállomás? Mi a fasz? A kórház? Jó, hát ezt így nehéz kontextusba helyezni, hogy mi történt, de nézeteltérés az volt. Igen, hát olyan menekülősbe volt az autósúri ember, a nem autósúri emberek meg elkapósba voltak. Két család összebalhézott a szombathelyi kórházba. De ennyire? Min? Hogy kitört el a izé? Csabik a lábát? Mi a fasz? Anyám. Na jó, megyünk vissza Budapestre. Legalábbis, ha jól érzékelem a helyszínt. Igen. Jó kis M1-M7 vége. Kombathely. Ezt nem ismertem. Pedig ez biztos kurva régi. Kombathely. Nem ápasz meg. Jaj. Kombathely. Nagyon jó. Nagyon fasza vagy. Na, ó, hát Audi! Aj, az Audi nagyon jó, a szegények BMW-je. Itt... Nagyon fasza vagy.
Nyugi, csak azért mondok ilyeneket, hogy legyen sok komment. De lámpa volt? Mi volt? Nem láttam, vagy... Kijött elé? Nagyon fasza vagy! Nem tudom, hogy milyen az a kereszteződés. Gratulálok, bazd meg! Szálljál is ki! Most ezt miért csinálta? Hogy blokkol? Hát most már ő se tudja. Ez ilyen, nem szabad ilyen, amúgy ezért nem vezetek, mert biztos én is ilyen lennék. Nem tudom, hogy kinek volt igaza, mert nem láttam az elejét. Ez a baj. De már kiszállt a csávó, már látod rajta, hogy megbánta. Mikor kiszállt a csávó, már látod rajta, hogy nem kellett volna büntetőfékezzek. Még már nézd meg, már kiszáll, már tudja, fasz voltam. Nem fogja, de látod a testén, kiszáll, már tudja, fasz voltam, mit csináltam. És fasz is voltál egyébként. Most ezt miért csináltam? Ott van, látom, tudod te is, hogy ezt elbasztad. Nem szabad, gyerekek, el kell engedni Budapest. Úgy, szállj be, ott menjél el. Megsugom, hogy megy ez, kiszáll az ember, és meglátja a fedélzeti kamerát, és onnantól nem faszkodik. Jó, nyilván ez is egy aspektus, nyilván. Egyébként hasznos dolog beszereltetni. Egyébként érdemes elgondolkozni rajta, ha már csak nem az ilyenek miatt, srácok. Tudom, hogy mindig mindenki a legkeményebb a világon, és hallod, velem csinálja ezt! Velem csinálja ezt, bazd meg, érted? Ketté tépem, köcsög, bazd meg. Bármelyik, lámdudál, bazd meg. Ilyeneket teszek reggelie, érted? A vérével mosom fel a nappalin padlóját, geci. Tehát én tudom, hogy mindenki is a legkeményebb. Inkább mindenkinél legyen egy fedélzeti kamera, és nem kell balhézni. Ott van, mindenki lehiggad, és lehet emberként tovább haladni. És 3 napon belül fel kell jelenteni, ha olyan van, mert csak addig őrizheted meg a személyiségi jogok miatti felvételt. Na hát, a nem jogi tanácsadás a stream, de köszi annak, aki ebben otthon van. Aki nem akar fedélzeti kamerát, igen, baseball ütő. Nem, ez egy felelősségteljes adás. Gyalog vagyok, hova rakjam a kamerát, főni? Hát mellkasra. Én láttam ilyen műsorokat. Amúgy meg igen, vegyetek egy régi GoPro-t. Na nézzük. Kollega a betonkeverővel, vagy budit szállít, nem tudom eldönteni ebből a 240p-s felbontásból. De majd pont kérném az előttünk haladó jármű pontos szakmai megnevezését. Igen, nézem a szembesávot. Hújújújújújúj! A motorháztető felcsapódás, az finom. Pláne ilyen főúton. Postartály, cementszállító, silós pótkocsi. Köszönöm szépen. Betonkeverőnek néztem én is távolról, de ki tudja, mi a szakmai megnevező. Én ezt megtanultam 4 évesen, azóta úgy hívom. Ki tudja, mi a rendes neve. Jézusom, bazd meg! Még úgy is beszartam, hogy oda se figyelj, Jézusom! Aha. Nem akarom még egyszer látni, mert csattant. És sajnálom. Nem tudom, milyen állat az, hogy Bambi volt, vagy kutya, de sajnálom. Hát az vacsi. Azt lehet vinni. Megél. Hát jó, ez ilyen. Igen. Azért a sofőr ilyenkor nem sajnálja Bambit, hanem az anyját szídja, bazd meg. Mármint, hogy a manóba. Hát igen, az kellemes. Ott volt a Foxy, a Mangelt kereste! Hát lá, a Foxy volt az! Bent a Mangelér! Az.
a zene, a zene, tehát én amúgy az audio a kedvenc részem ezekbe a videókba. A képminőségek is nagyot mennek általában, de az audio része az mindig egyszerűen olyan ASMR-ok ezek a videók, hogy hihetetlen. Never doubt copyright. Hopp. Ha én föl... Jézus fan! Normális vagy, Bambi! Hát a kurva anyjába! Mi volt az? Beugrott a szélvédőm! Zd meg! Mi a fasz? Azt a kurva! Hát az nem volt semmi, az szökkent a Bambi! Honnan jön? Jézusom! Hát a nem is biztos, hogy szarvas volt az, nézd meg! Az lehet, hogy a nagyláb. Nézd meg, az egy unikorn is! Az egy nézd meg, ott van az unikornja, ott a szarva, vagy ez egy tulkos kutya. Az egy tulkos kutya. Hát az azt hinnéd, hogy őzik-e, de nem őzött. Az egy tulkos kutya. Hát hogyan elkapta az elejét a transporternek a tulkos kutya? Jézus fasz, ez még így is ijesztő. Hát a kurva anyjába a tulkos kutyának. Hát az ilyen kutyámajom volt. Hogy megjött a tulkos kutya? Az anyám. Na, az jó körülmény, 7:30 reggel. De mi volt az elképzelés? Mi volt az elképzelés? Ja, 3 sáv van, bocsánat. Azt hittem, hogy mögöttem egy szívbajt kaptam. Azt hittem, hogy ez 1 sáv. És megy, bazd meg, 120-szal... Jó. Már én is ideg állapotban vagyok, bazd meg. De ugyanez lesz. Nekem is csak 2 sávig tart az agyam. Hát igen, ez... Mindenki jól van? Nevethetek? Amúgy nincs röhöghetnékem, csak hogy ti nevethettek. Ez para volt, bazd meg, nagyon. De már kint voltak a kocsiból, meg minden, ugye? Csak nem raknak be ilyen izét, ahol valakinek baja lett. Nyugi, srácok, csak a kamera volt ott, nem az ember. Jézusom. Igen, amúgy para, mert ha megnézitek, jó, ez egy szarminőségű felvétel, nem így látsz az emberi szemmel, de valószínűleg igen, tapasztalatlan sofőr meglátta, hogy áll a sor, és megijed. De nézd meg, milyen hirtelen tűnik föl. Nyilván ezt szemmel jobban látod azért. De ja, tehát hogy egyik pillanatra a másikra látod, hogy itt egymás mögött vannak teljesen. Az ő sávjában nem láttam, de lehet, hogy az ő sávjában is állt a sor. Mondjuk azért, hogy így elkapjon, azért ehhez nagyon nagyot kell fékezni. Tehát azért, hogy ilyen gyorsan keresztbe fordulj, mert nézd meg, a nagyon-nagyon gyorsan elkapja. Hát a kurva életbe. Jó, fene tudja. Nem is akarom, nem is kell. Kívülről... Lehet vízátúszás, amúgy igazatok van, igen. Mert nem hallom, hogy fék. Tehát ha nagyot fékezne, azt hallanánk. Igen, akkor vissza is vonom, bocsánat. Hát ha akkorát fékezett volna, hallanánk, mert van hang hozzá. Igen, na ezt nem akarom megnézni, ez nagyon parán néz ki. Jaj! Igen, azért autó, hát a fene tudja, nehéz ez a
ez a felúszás kérdés, pláne egy autópályán, ahol mennek előtted, de van az a pont, ahol téged elkap, szóval így kívülről nyilván könnyű okoskodni, hogy balfasz, amatőr, én is azt csináltam, bocsánat, balfasz, amatőr, ilyennek nem adnék jogsit. Könnyű így utólag, srácok, szegények, hát most senki nem akar a másiknak baleseten. Úristen, de diszkóba vagyunk. Az, gratulálok. Amúgy én ilyen felvételeket szeretek nézni, hogy anyázhassak. Azon nem akarok anyázni, hogy valaki felúszik, vagy fékez, tök mindegy, elveszti az autópályán. De ha valaki balfasz, bazd meg, azon nagyon tudok. Bocsánat. Tükör! Gyönyörű, bám! Agyad! Igen, mert, és miért? Azért, mert lekanyarodtak előtte. Nehogy megfékezd, bazd meg! Hát kezdődik a mozi! Haza kell érni vacsira! Szerencsétlen, nézd meg! És utána meg sajnálod, bazd meg, hogy fejre áll a mező közepén, nyilván sajnálod. Holtér, jó, holtér, mindig van kifogás, holtér. Előtte is ott ment mögötte egy autó. Na, legjobb rész. Estről kifelé. Ez már most rossz. Engedjük tovább. Várjál, most én fagytam le a net vagy a kamera? Nem én vagyok! Aj. Kiváló soroksár, igen. Hát, nem tudom mennyivel jött a motoros. Amúgy ez kell, ez indítja a kommenteket, hibáztatni kell embereket, nem? Arra, hogy úgy kell nyomni, nem? Amúgy lehetnék ilyen baleset riektes csávó. Arra mindenki intenzíven reagál. Hát, azért állóhelyből így kimenni, az biztos, hogy nem nézett a tükörbe, mert azért bőven látta, mert nem is takarta ki semmi a motorost. Hát az Index, azt tudod, az biztos új építési Volkswagen. Ja, ráadásul záróvonal van? Finom. Ja, mert buszsáv. Ó, hát jobbnál jobb. Igen. Na, ez amúgy ilyen tippjátékot is játszhatunk. Ez például, ha tippjátékot kellene játszanunk, ez az átférek én még ott Mónika lesz? Átférek én... Nem? Akkor ő átférek én még Mónika? Jaj, ez amúgy itt végig, itt annyi izé van. Az emberek amúgy nem látják a sineket. Én arra jöttem rá. Nem tudom, hogy ti ezt tudjátok-e, de tehát néhány ember nem látja a sineket. Ezt kevesen tudják, de ez egy gyakori betegség, hogy nem látja. Tehát ha megkérdeznétek, nagyon sok ilyen kereszteződés van amúgy Budapesten is, végig például ott a mexikói út, vagy milyen út van ott, nem tudom, milyen út az. De van, aki nem látja, tehát az egy sínvakság, igen, sínszindróma, így úgy állnak rá a sinekre az autóval, mint hogyha nem lenne. Na, itt már túl vagyunk a kiférek ott Mónikán. De az már ott állt? Ja, az már ott állt. Hát szép. Na, ez old school. Edelény. Akkor mi? Nagyon jó érzékem van a megállításhoz. Tudom, hogy fölpumpálom az agyatokat vele. Azt a balostot nem kellett volna elengedni, bazd meg, jön az a Ford Focus. Sintévesztés. Az a Focus onnan berobban jobbról, bazd meg. Nem lesz jó. Nem lesz jó.
A Wagoner, bazd meg! A piros Wagoner! A láthatatlan piros Wagoner! De mi? Ezt mondjuk soha nem értem. Hát merre néztél? Hát ő szerintetek hova nézett? Hova nézett? Hát egyenesen mész, balra átkanyarodsz a szembejövő sávnál. Merre máshova tudsz nézni, sem mint arra, hogy jön-e valaki szembe? De komolyan! És Csóri néni meg ott sétál, bazd meg haza izé, a CBA-ból. És még szerencse, hogy nem érte el. Szürke aszfalton nem látszott a saras fókusz, amúgy igaz. Jó telibe verték egymást, bassza meg. Ott közben egyébként a helyi erők. A helyi erők szemlélik az eseményeket. Ez a remélte, hogy elengedi? Ne. Ne csináljunk ilyet, hogy remélte, hogy elengedi. Tehát nézd már, tehát ez a remélem, hogy elengedi. Tehát nem is lassított, bazd meg. Tehát úgy húzta át, még így sincs a kereszteződésnél, bazd meg a Wagoner. Tehát ez a remélem, hogy elenged, ez a... Vanyád, erre az a vála... Bocsánat. Tehát, hogy ne remélj... Tehát nézd meg! Nézd meg! Hát gyakorlatilag izzé Forma 1-es íven akarta behúzni a rövidre. Remélte, hogy elenged. Hát bám! Mondjuk index van, az remélem, hogy elenged. Tehát ne. Ne csináljunk ez a remélem, hogy beenged, ez a halálom. Reménykedni nem szabad. De mentőkéznél. Na, megint jó kis belváros, budai belváros. Gyönyörű. Nem tudom, hogy tudjátok-e, nem tudom, hogy ki mennyit jár Pesten. Ez is láthatatlan ez a fe... Ti itt láttok valamit? Írja már, aki lát itt valamit, az írjon pluszt a csetre, aki nem, az mehet a mínusz. Tehát ez is ilyen félig láthatatlan, ami ott van. Ezt Pesten is kevesen látják ezt. Ne, tehát háromféle ember. Az van odaírva, hogy taxi egyébként. Kevesen látják, az van odaírva, hogy taxi. Na, vár minket az Erzsébet híd, lejutunk-e oda? Gyönyörű. Igen. Már a mozdulatból látod, hogy gyönyörű ki. Melyik lesz a nagyobb fasz? Csak arra vagyok kíváncsi. Tehát, hogy már ebben a sávváltásban már benne volt minden. Nézd meg. Hopp! Igen, használhatja a taxi a buszsávot, csak vicceltem. Ez volt a vicc lény. Na? És egymásra találtak, nézd meg! Gyönyörűim! A jó Isten porholja meg a pocakotokat, bazd meg! Gyönyörű! Még megy a romantika tovább, megy tovább, nézd meg! Aranyoskáim! Azt hittétek, tik vagytok a Hamilton, mi? Bömössel! Gyönyörű, költözzetek össze! Ez gyönyörű tánc volt végig. Küldök rá egy gyorsítást, érdemes. Nézd meg! Gyönyörű, nézd meg! Két főszereplőnk, gyönyörű! Versenyeznek, hogy kivág be gyorsabban a másik elé. Gyönyörű, bám-bám! A zene is jobb. Végül is a Bömös kezdte, és ő is fejezte be, ahogy vesszük. Ez egy párzási tánc. Gyönyörű. Feszítünk, mintha mi húgyoztuk volna a golfáramot. Hamilton, Verstappen, Monza. Hát nem. Gyönyörű. Ez amúgy fasz a zárás volt. Gyönyörű. Méltó befejezése. Hát srácok! Danny Boy! 9872. Ha ilyen és ehhez hasonló összeállításokon szeretnétek hergelni az agyatokat, akkor ahelyett, hogy kommentben teszitek, iratkozzatok fel Dani Boyra,
Van ilyen content is. Amúgy egyébként jó, hogy van ilyen content. Egyébként lehet belőle tanulni. A viccet félretéve ennek látom a hasznát is a bűnös élvezetem meg a szörnyűködésen kívül, és érdekes összeállítás volt, tehát hogy amúgy megkaptuk, amit a cím és az index kép ígért. Én is jó fölpumpáltam magamat indokolatlanul is, meg indokoltan is, úgyhogy Daninak a csatornáját lehet csekkolni. Egy YouTube csatorna a magyar utakon történt, tehát kifejezetten magyar közlekedési balesetekkel. Egyébként hasznos, mert összegyűjti az aktuális dolgokat is, ahogy nézem. Tehát, hogy ilyen egy-egy felvételt, meg vannak montázsok is. Azért zárjuk azzal a videót a sok hülyéskedés, meg nagy elszólás közepette, hogy vigyázzatok magatokra!